mondták, hogy nagyon jó, nagyon szeretnénk, amikor a sajátjukon hallgatták, akkor valahogy beremegett a térdük. És általában mindenki így volt a szélső középpel. A könyvvel is így voltak a kiadók. Nagyon tetszik, nagyon szeretem, hagyj itt egy hétre, hadd olvassam el, tehát a világért se adnám ki most a kezemből, hogy még nem olvastam. De a könyvkiadás, hát az nehéz kenyér. Az nem úgy van, az nem olyan egyszerű. Ebben az országban, ez egy nagyon kis ország, nagyon szűk szakma, biztos, hogy mindenki meg fog sértődni, nem számolhatjuk fel az üzleti pozíciónkat. Tehát, hogy itt mi is erről a piacról élünk, Robikám, és akkor ezt kellett hallgatni újra, meg újra, meg újra. De ilyenkor egyébként mi a félelem, ugye ebben már én is bekapcsolódtam ebbe a játékba, és aztán akkor jött, hál' Istennek, a Novák Erik, akiknek nem voltak ilyen félelmei, mondhatni, hogy vakmerő. Szóval, hogy háló, Orbán Viktor vagyok, milyen kép készült rólam ebben a könyvben, vagy mitől, vagy Gyurcsány Ferenc vagyok, nem vagyok ennyire hülye, vagy stb. Tényleg mitől tartanak? Nem. Az az igazság... Működik-e? Az az igazság, hogy ennél banálisabb dolgoktól az András is, meg én is grafikusként olyanokat tapasztaltunk meg, tehát hogy sose attól szarnak be, amire gondolnánk. Tehát, hanem amiről nem is. Tehát valami hülyeségről, ami eszünkbe se jutott volna. Meg hát ott kezdődik, hogy mi az, hogy durva. Mi mind a ketten tudnánk éneket mesélni, hogy amikor valamit rajzolni kellett valamilyen munka kapcsán. Csak annyi, hogy mondjuk rajzoltunk egy emberi arcot, úgyhogy nem a Brad Pittet körbe rajzoltuk egy mit tudom én, a Photoshopba egy vonalat, és aztán rózsaszínnel kifestettük, hanem mondjuk egy arcot, amelyik így néz valahogy, akkor megközölték, ez horror, úristen, ez sötét, ettől félni fognak. Tehát az inger küszöb, mint a mindenkinek Stendhal-szindrómája lenne. Az betegség, ha jól tudom, hogy akinek Stendhal-szindrómája van, azért művészeti alkotásoktól akár rosszul tud lenni. Azt hittem, csak vöröset és feketét látom. Nem, szóval halucinál tőlük, meg nem tudja megkülönböztetni valóságot a képtől, legalábbis azt hiszem, és hogyha ez az, akkor körülbelül olyan, mint hogyha nagyon sok mindenkinek lenne ilyen szindrómája. Tehát tényleg, hogyha már nem ez a mostani trendi stílusban ilyen mit tudom én, egy vonallal és rózsaszínben, meg hupikékben van valami előadva, hanem már ilyen valamilyen, akkor már közlik, hogy horror. Igen, nekem tetszik, de nekik már nem fog tetszeni. Mindig van az egy-két ember, aki kijelenti, hogy ez senkinek nem fog tetszeni, mert neki nem tetszik, vagy senki nem fogja érteni, mert ő nem érti, stb. De ez az az ország egyébként. Vagy hogy én okos vagyok, én értem, de a többiek azok mind bunkó parasztok. Emberek helyett lefektetik az igényeiket.